Sziasztok! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk itt az Artist Youth rendezvényén, az IZÉN Inspiratív Zenei Ébresztőn. Ez már a hetedik, itt a Colorban, és két nagyon fontos tudnivaló, bár az egyiket már nem hogy kitalálhattátok, hanem már látjátok is a színpadon. Inspiratív vendégünk ebben a hónapban Kis Tibi, a Klimbi zenekar frontembere, és vele beszélget az MR2 Petőfi Rádió munkatársa Horváth Gergely. És az est második felében pedig Borcsik Attila IZÉN érkezik a Petőfi Rádiótól, RTÉ Zsolt a Superman az RCKO FM-től, és Csiszár Jenőt várjuk a Klassz FM Rádiótól. Ők pedig a rádiós játszásokról fognak beszélni ebben a hónapban. Ez volt az Artist Youth témája a Facebookon, illetve a Dalszerző magazinban. És amit még nagyon fontos tudnotok, hogy egész este, de maradjatok itt velünk, viszont amikor majd mentek kifele akár, akkor a szerzői ügyfélszolgálatnak két munkatársa, Guti Melinda és Molnár Emese vár titeket sok szeretettel, akitől sok mindent kérdezhettek, például bűnbejelentéssel kapcsolatban, és az NKA kiírt pályázataival kapcsolatban is mindenre tudnak nektek választ adni, úgyhogy őket bátran keressétek föl, most pedig fogadjátok szeretettel Kis Tibit. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, sziasztok! Előre bocsátom, hogy nagyon nem szoktam meg, hogyha csak beszélek, hogy én úgy érzem, hogy a színpadon vagyok, akkor valamit kreálnom kell, minimum ugrálnom, kitározom, üvöltöznöm, ezért szoktak szeretni minket a színpadon, úgyhogy de majd kiderül, hogy a Gergő az, hogy jön ki ebből, mert én is ő a verbális szekender. Igen, de épp ezt akartam kérdezni, hogy a napokban indult el a teátrum koncert. Hogyan érzed már itt a zenején? Ez arról szól, hogy a zenekar leül egy ilyen színházi térben, és egy dramaturgiailag megszerkesztett műsort ad elő. Tulajdonképpen hasonlatos egy darabhoz. Vannak benne drámai, súlyos, ilyen csattanós pontok van, eleje, vége, közben a zenekar tagjai önjelölt színészként is megjelennek az előadásban. Igazság szerint a játszótereinket bővítjük, mert hogy minket is az inspirál, hogy hálandóan olyan helyzetbe hozzuk a csapatot, amiben mindig van valami olyan kellemes munka, vagy egy olyan fajta új lehetőség, amivel meg tudunk magunk is újulni, úgymond, vagy hogyan mondjuk. Ilyesmi, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Régi hosszú színházában játszunk főre, meg Szagában is. És egy különleges hangulata tulajdonképpen, de ugyanúgy van rá kedvolnom arra kell gondolni, hogy most lejövünk, és akkor nagyon piszi módon elkenjük az akkordokat, hanem ugyanúgy van benne torzított gitárnak hangos dobok. Ebben a turnéban vagyunk most éppen. Azt, hogy mikor kezdtétek el érezni, Tibi, hogy kell egy újabb és újabb kihívás, valami kicsit így egy kihívás, azt hiszem ez a legjobb. Amikor a zenekar eljutott egy olyan státuszba, hogy azt érezte, hogy tulajdonképpen a helyzet és a rendszer azt köpi ki magából, hogy mindig ugyanazokat a köröket rója, hogy vannak meghívások, vannak helyek, ahol lehet játszani. Igen, de furcsa az, hogy amikor harmadjára, negyedjére ugyanoda visszamegy az ember, vagy ötödjén, hogy mit csinálj, hogy végig ezt fogjuk csinálni, hogy saját magunk körül körözünk, mert Magyarországi piac az egy viszonylag szűk, kicsi és nem túl gazdag piac. Ezen mégiscsak valami olyan dolgot kell kitalálni egy hosszú távon működő produkciónak, ami mára milyen valami ilyesmi, ahol egy olyan helyzetbe hozza magát a zenekar, hogy mégsem mondja meg azt, amit csinál. És ezt egyetlen dolgot tudtunk kitalálni ezzel kapcsolatban, hogy a játszótereinket változtatjuk, hogy egész más, hogyha bevisszük ezt a szellemi tőkét, amit mi kreáltunk egy színházi közelbe, egy nagy szabadtéri fesztiválon, egy füstös kocsmában, és mindig vannak olyanok, hogy ez tetszik, ez nem tetszik, most miért ilyen pici klubban játszunk, nem férnek be, akkor azt mondjuk, hogy azért mert izgalmas. És amikor ebben vagyunk, akkor mindig dolgozunk a dalokon, átírunk, áthangszerelünk a saját műsorunkat, számainkat, és ezáltal valamilyen szempontból egy ilyen mesterséges infúziót adunk a csapatnak, azon belül, hogy a dalok is azok, de ezek az apró helyzetek, ezek a változtatások minket is egyfajta izgalomba tartanak.
És ezek a belső megélések a zenekar tagjait illetően egy időben jönnek el? Már hogy mindenki ugye akkor kezd ilyen érezni, hogy ugyanaz a körkezdődik megint, és akkor lépjünk. Hát általában van egy ötlet, és akkor vannak olyanok, akik tartanak tőle, vagy félnek, a többiek, akik nem, azok meggyőzik a többieket, és aztán ők is benne vannak. Tehát nem feltétlenül az, hogy mindig abszolút egy irányba áll a zászló, hanem bízunk egymásba, és nagyon sokszor mostanában nyilvánvalóan ez minden kezdeteknél nehéz. Amikor azt mondjuk, hogy csináljunk egy európai turnét, menjünk a külföldre. Tehát szerintem hiába népszerű vagy idős egy zenekar, állandóan kell olyan feladatokat kitűzni a maga elé, amik ugyanolyan sötétbe ugrások, mint a kezdeti szakaszban, hiszen akkor van bennünk valamilyen fajta izgalom, hogy most itt jönesz. Felteszem, hogy te a zenekaron belül a sötétbe ugrós csapatban vagy. Igen, én abszolút. Ezt mondtam is, hogy szeretünk sötétbe ugrani, bár nem a hetedik. De volt olyan, amikor te nem ugrottál volna? Tehát volt olyan szituáció bármikor? Azért nem igazán, mert biztos volt olyan helyzet, amikor nem, de az egész mástól függött. De azért nem, mert maga az, hogy alkotó emberként élem meg általában ezeket a dolgokat leginkább. A koncert az mindig ajándék, első mindig a próbaterem, a dalszerzés, az olyan helyzetek, ahol a kreatív helyzetek általában. És ezek mentén keresem az inspirációt, és ezek lehetnek ilyen új helyek is, például új helyzetek is, ezek is erről szólnak. Szoktál olvasni nagy zenészeket? Nem. Nagy zenészeket látni ezekre, jól te figyelj? Olvasok zenész önéletrajzokat, ha arra gondolsz. Előfordult, igen. Néha olvasok. De mondjuk kiket? Kinek az élete érdekel? Legutóbb például a Kiss Richardét olvastam, most Leonard Cohen, Tom Waits. Az a helyzet, hogy bajban vagyok ezekkel a zenész interjúkönyvekkel, mert hogyha nem nagyon-nagyon vagyok fanatikus rajongó, akkor az első 50 oldal után elakadok, amikor rengeteg név nevet felsorolnak, meg azt, hogy 7 évesen melyik általános iskolába és kórusba járt énekelni az adott művész, és ott valahol nem mondom. Tehát, hogyha csak olyanokat szoktam elolvasni, aminek kifejezetten nagy rajongója vagyok, és azokat kultiválom leginkább, amik kalandos, nem az én száraz tulajdonképpen életrajzi könyveket. Mint a Keith Richards? Az jó, mert a Richard saját szavaival, nem tudom, valaki olvasta esetleg Keith Richardnek ezt a könyvet, ő a saját szavaival meséli el a zenekar történetét, és benne van az, amikor azt mondja mondjuk Keith Richard, hogy egyen meg a szívét, mondjuk ilyen mond, akkor előtted van a figurának az arca, és tudod, hogy ezek az ő szavai. És az valóban így volt, hogy hát ő azért egy elég lusta ember, itt is, hogy nem arról van szó, hogy ő legépelte vagy valami, hanem nyilván lediktálta valakinek, vagy magulra mondta, de nagyon érezhető a könyvből, hogy ezt nem egy író írta meg. Maximum segített, szerkesztett a legyeset. Csak kiesett neki a 70-es évek nagyjából, és az volt az érdekes, hogy segítettek neki a könyv megírása. Ilyen is előfordul. Amikor egy ilyet olvasol, mondjuk ezt az életcímű életrajzot, de bármelyik másnak a zenészről szól, akkor nagyon érdekelne, hogy benned mi az, amire reagálsz ezekben az élettörténetekben. Nyilván, amikor az ember egy ilyesmit olvas, akkor a saját szakmáján belül talál egy csomó ilyen kapcsolódási pontot, hogy ez velünk is így volt, ugye nem mi vagyunk a Rolling Stones, de hasonló problémákba ütköztünk bele, mind emberileg, mind technikailag, mind szervezésileg. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy átfedés van, most attól függetlenül van egy magyar zenekar, egy külföldi zenekar, annak a létrejötte, az elindulása, a tulajdonképpen az első sikerek és első nagy buktató hanyatlások, aztán ezek a történetek nagyon hasonlóak mondjuk akármilyen zenekarral kapcsolatban. Tehát annyira sok a kapcsolódási pont, hogy sokszor felmosolyog az ember, hogy igen, ez velünk is így történt. Mondjuk egy ilyen 20-21 néhány éves zenekar életében, vagy karriere során, történetében inkább így kérdezem, mi a legnagyobb kihívások? De minden zenekar életében, meg minden csapat életében, ugyanúgy, mint a magánéletben, vagy minden pár életében a legtöbb kihívás azok emberi
dolgok. Lehetnek persze szakmai alapok, meg infrastruktúra, meg klubok, meg egy csomó mindent lehet mondani, de ahhoz, hogy egy csapat együtt maradjon, ahhoz a legnagyobb kihívás maga az emberek közötti kohézió, a viszony, tudni, hogy kire mit lehet bízni, nagyjából kinek hol vannak a határai. Nem attól lesz egy zenekar hosszú életű, baromi jó zenészek vannak benne, hanem attól, hogy nagyon sok időt tudnak együtt utazni egy mikrokuszban. Éppen eléggé szórakoztatóak egymásnak, éppen eléggé inspiratívak egymásnak, és el tudják viselni egymás lábszagát. Sokkal többet tudunk egymásról sokszor, mint a családtagjainkról. És ehhez kell egy olyan speciális emberi kohézió, amit nagyon nehéz fölülről legyártani. Éppen ezért van az, hogy nagyon fura, de a pop és a rock történelemben a hosszú távú bandák, ha megfigyelitek, nagyon sokszor olyanok, akik barátok voltak. És barátként elkezdtek zenélni, az egyik ott három akkordot, a másik volt egy pergődobja, és valahogy így jutott el a karrierre. Most teljesen mindegy, hogy most a Rolling Stones-ról beszélek, hogy a Chili Peppers, hogy a Kevin. Ezek így alakultak ki, és aztán ugyanezek a baráti szálak lesznek később, amik összetartják. Mert valahol ez az, ami mindig meg tud maradni, és ezeken a kohéziókon, járatokon keresztül tudunk igazából emberiek lenni, és talán többet megbocsátunk egymásnak, talán elnézzük a hamis hangokat jobban. Nyilvánvalóan lehetnek profi produkciók, amiket összetartanak, nagyon jó menedzserek, anyagiak, minden, de nagyon kevésről tudok, akik elmentek nyugdíjba. Ez a Family Together nálatok? Akkor, amikor kialakult a Family Together ilyen metafora, akkor ezt éreztük, és mondta erről szól. Igen. Hány menedzseretek volt? Olyan tizenvalamennyi. Ez azért érdekes kérdés, mert ugye tagcsere nagyon, tehát az csak együtt, ugyanakkor a menedzserrel, mint hogyha nehezebben találtatok volna egymással az elmúlt időszakban. Hát jó, de az a helyzet, hogy a zenekar is olyan volt, hogy elégedett rálta őket. Tehát, hogy azt, hogy ezt a... Hogy mondjam, hogy legyen egy olyan buli, ami egy olyan nyájat tart össze, aki mindenki más szín és mindenki más irányba rohan és viszonyú bonyolult. Az is nehéz volt, aztán volt olyan, minden menedzserrel volt valami apró probléma, amitől. Hát ugye az első 5-6 évet nem is számítom, mert ugye ott a menedzser, és az inkább ugye volt egy haver, vagy sőt 8-10 évet, és akkor segített, mert hogy pénzt ő nem nagyon keresett ebből, maximum elviselte a pofánkat, és közben intézte az ügyeket. És egyszerűen, hát voltak olyanok is, akik nagyon nagyot hazudtak, és önhibáikon kívül átbaszták a zenekart. Meg voltak olyanok is, akik túl anyagiasak voltak, túl profi. Olyan is volt, aki túl profi volt. Hát aki nem azt mondta, hogy nem féltek be az emberek, és kínálnak az emberek az ajtó előtt, és akkor mondta, hogy valamit csináljunk, mert kínál még 50 000 forintot. És akkor körülbelül egy hét múlva kirúgtuk, mert hogy így nem lehet gondolkodni. Ők egyébként VR profik, és ma Magyarországon nagyon profi dolgokat csinálnak. Tehát a Rolling Stones-szor elkezdve nagyon jót tett akkor az ember, hogy megismerjük, hogy milyen egy profi management, de ők például túl profik voltak. Az emberi szálak működnek nálunk itt is, tehát az a vicces, hogy aki az első menedzserünk volt most, az van megint 10-valahány után. Gitárbűtő, zene szerető ember. Mikor kezdtetek magatokról, te konkrétan, mikor kezdtél úgy gondolkodni magatokról, hogy ez egy, tehát valamiféle paradigmaváltás kell, hogy ezen akar tovább tudjon lépni. Ha már ezt a szót használtad, akkor, hogy professzionalizálódunk, akár az ügyek intézésében. Hát ez inkább úgy jött, hogy jöttek ilyen feladatok. És akkor mindig általában, ami nem a bulihoz tartozott, vagy a koncerthez, azokat az akadályokat mi nagyon nehezen vettük. Például amikor először az volt, hogy céget kell alapítani, meg számlákat kell adni, akkor gyakorlatilag a zenekar azonnal felhalmozott egy olyan horribilis APEC tartozást, mert nem tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és elfelejtettük befizetni az áfát, meg mit tudom én. És ilyen több milliós tartozást halmoztunk fel. De mi nem értettük ezeket. Mi nem értettük azt, hogy nekünk miért kell vállalkozóvá járni. És nyilvánvalóan az ember szeret szórakozni, szeret zenélni, de vannak olyan racionális tényezők, amiket valamilyen módon meg kellett tanulnunk, és akkor kellett egy olyan ember, aki ezt rendbe teszi. És tudtuk, hogy fel kell nőnünk ahhoz, hogy de srácok, most már
az van, hogy kéne tudni számlát adni, de az is. Meg egy csomó olyan dolog, ami... És általában az élet hozta ezt, és nem az volt, hogy mi kitaláltuk a paradigmaváltást, vagy profil, hanem az van, hogy van egy helyzet, és nem akartunk beleragadni ugyanazokba a körökbe ugyanennél, és például, amikor az volt, hogy az országban általában teltházas klubokat csináltunk már, de erre ilyen 3-400 emberek, gondolni maximum, akkor, hogy most mit csináljunk, vagy most akkor csináljuk ezt állandóan, hogy most ez lesz, hanem akkor próbálj meg lépni egyet, hogy akkor menjünk egy művházba mondjuk, és akkor nézzük meg azt, hogy viszünk Budapestről jó drága hangtechnikát, és akkor kibérelünk egy ilyen művelődési házat. Tehát az volt az a pont, amikor a zenekarnak el kellett kezdenie önállóan vállalkozni, önhibáján kívül. Tehát egy muszáj volt. Tehát nem lehetett máshol. És akkor volt egy rezsi, meg volt az, ami bejött. És mi ott álltunk abban a helyzetben, hogy de mi csak zenén szerettünk volna, és közben azt kellett nézni, hogy hány ember jön be az ajtón, kit kell kifizetni, tudod mondjuk, mit tudom én azon, és akkor észrevettük, hogy átmentünk egy nagyobb helyre, és megint ilyen pizzapénzt osztottunk, hogy ilyen 1000 forint, meg 1200 forint, meg ilyenek, mert hogy kiderült, hogy annyit elvitt a rezsi, a hangtechnika, a biztonsági emberek, a reklám, a terembérlet, hogy minden, hogy milyen mindig az volt, ami maradt. És általában ezek olyan jók, hogy nem az van, hogy mi profivá akarunk válni, hanem egy olyan helyzet van, hogy vagy profivá válunk, vagy nem válunk semmit. És akkor az, hogy mindig előre menekültünk, nem tudtunk más csinálni. És nagyon sok olyan zenekarban, amelyik máskor térünk, mondjuk 20 évvel ezelőtt, akkor nagyon sok zenekar tudatosan próbál felépíteni a kezdetektől egy pályát. Engem meglep ez a tudatosság. Igen? Tehát, hogy nem tudom, hogy szerencsénk-e az, vagy akármi, hogy mi nagyon évekig nem gondolkodtunk azon, hogy ezt tudatosan csináljuk, hanem egyszerűen szerettük, és vitt minket a lelkesedés. Sokkal kisebb volt akkor a rezsie, mondjuk az életnek, az is hozzátartozik, sokkal olcsóbbak volt az albérletek. Valahogy működött, és nálunk általában az, hogy ilyen, ami ez a fajta tudatosság, ez már sokkal később, amikor az enkanál 10 év körül volt, akkor jött el. Ilyen. Az első 8-10 év, az csak így elszaladt, hogy így nem is tudom mondani. Ja, nem sajnálom, ezt hiszem ki a szavaiból igazából. Nem, egyáltalán nem, sőt, tehát amikor mondják nekünk, hogy miket kéne csinálni, hogy minden mai napig nem csináljuk, hogy értjük azt, hogy ti faszán néztek ki, profi a fotós, meg öltönybe léptek fel, de nekünk nincs olyan koncept, hogy le tudjuk nyomni öltönybe. Tehát ha csak nem az, hogy minden nap tisztítóba vihetjük a ruhánkat, tehát ez nem működik. Kurva jól lehet kinézni, meg látom én azt, hogy megtanulta egy generáció az MTV utántól tulajdonképpen, hogy hogy kell kinézni egy zenekarnak, hogy kell működni, hogy kell valamilyen fajta rendszert kovácsolni, de nekünk ez már nem működött, és ez már mai napig csak ilyen nagyon rézsút, és nagyon-nagyon diszkréten tud ez működni, már nem ez a csapat vagyunk. A most induló zenekaroknál, vagy az első néhány évben élő zenekaroknál nagyon sűrűn vetődik fel az a kérdés, hogy magyarul vagy angolul énekeljenek. És az érdekelne, Timi, hogy ti ezzel ezek szerint, tehát hogyan találkoztál ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lett nálatok ez a fajta lényegi nyelvváltás, vagy magyarul, és az induláshoz képest? Bármilyen fura is a helyzet, amikor mi angolul énekeltünk annak idején, most ez egy nagyon, tényleg ez egy paradoxon, hogy az jött ösztönösen, tehát ez ilyen nincsen, mint magyar nyelven. De az volt, hogy mi ilyen bárokban, kocsmákban, meg ilyen legnagyobban játszottunk, és egyszerűen nagyon sok ilyen blues zenekar vett minket körül, meg ilyen mindenféle ilyen, akik így játszottak 50 embernek, kvázi ilyen szórakoztató zenét, és mi ebben szerettünk volna részt venni, de nem akartunk már ilyen meglévő stílusra, hanem azt mondjuk, hogy mi játszunk egy ilyen szürreális cirkuszt, de hogy mi úgy valahogy angolok voltak, angol szászok voltak igazából azok a zenék, amik hatottak ránk, annak ellenére, hogy mai napig nagyon-nagyon sok nemzetiségű zene hat ránk, tényleg az indiaitól, a spanyolig, az olasztól, az oroszig, mindenféle nyelven szeretünk zenéket hallgatni. Viszont úgy nőttük fel, hogy megszoktuk azt, hogy nem értjük azt, amiről énekelnek a zenekarok. És így legalább nem zavart. Tehát, és amit
kezdtünk el angol dalokat írni, az inspirált, hogy végül is másfél után az, hogy New York is nagyon jól beszélt már angolul, a slanget is ismerte, és akkor cserélgetünk le azt a műsorunkat, ami egy ilyen hogy mások dalait játszottuk, amik nyilván angol számok voltak, és akkor írjunk sajátokat, de akkor a Linus tök jól beszélt angolul, hogy együtt leültünk, és írjunk hasonlóakat, mint amilyeneket szeretünk, mert mindenki így kezdi. Nem volt ez így kimondva, de ez volt a lényeg. És ezek angolul szóltak valahogy úgy hasonlóan. Nem tűnt fel a műsorban, volt egy saját szám. És az, amikor eljött az az idő, hogy magyarul énekeljünk, az volt egy tudatos döntés. Az egy ilyen, ahhoz már kellett egy tapasztalat, kellett egyfajta rálántás, és egy olyan belső igény szült ezt a történetet, amikor már kezdett népszerű lenni a zenekar, és már nem az volt, hogy 50 embernek játszunk egy kocsmába, szünetekkel, meg ilyenek, hogy így igazság szerint nem volt akkora igény arra, hogy így a mondani való is így azonnal realizálódjon. Viszont amikor ott álltunk 6-700 ember előtt, és első sorok csillogtak, akkor volt egy a belső igény, hogy most ezt így azonnal le kéne ejteni ezt a szót, és azt szeretném, hogy azonnal megtámadja azt az embert, aki ott áll előttünk. És erre nem volt alkalmas az angol nyelv. Nem működött. Tehát és akkor volt az, hogy próbáljuk meg magyarul, hogy itt van már egy ilyen magyar közönség, meg az is hozzátartozott, hogy abban az időben, ami a kezdeti pár évben nagyon sokat játszottunk külföldön. Tehát ilyen évi rendszerességgel áll a német turné, meg ilyenek, ugyanolyan kis klubokba, kocsmákba, 50-100-150 ember előtt, ugyanúgy, mint Magyarországon. És akkor volt valami olyan víziónk, hogy mi valami olyan zenekar leszünk, aki csak ilyen klubokba, pici helyeken játszik, 50-100-150 ember előtt, csak nem csak Magyarországon, hanem minden felé. És ez valahogy aláírta nekünk ezt a ideget. Viszont amikor itt megnőtt Magyarországon közönségünk, külföldön ezzel nem, akkor ezzel együtt, meg a belső igényel együtt jött ez a dolog, hogy na hát akkor szóljon nagyon volna rá igény. És amikor elkezdtetek magyarul élni, akkor ez az ajtban, vagy nem tudom, hogy történik igazából ez az átállás az angol sémákról a magyar nyelvre, ez könnyen ment? Emlékszel erre a periódusra? Hát az volt a furcsa, hogy azonnal egy hirtelen nagyon nagy mennyiségű eszköz állt rendelkezésre, és ettől például az első magyar szövegek azok ilyen szuper barokkosak is, tehát nem igazán jók, mert annyi lehetőség volt, hogy azonnal milyennek a mondatnak a ötödik jelentése, milyen a történetnek volt, csatlakozik ide, tehát ugyan, majd pedig kitágul a lehetőség, és egyszerűen minden más értelmet nyer, és a magyar nyelv annyi plusz dobott értelmezhető plusz dobott számunkra, amitől egyszerre volt nehezebb magyarul írni, és egyszerre volt egy ilyen furcsa izgalom, de aztán annak úgy le kellett szűrődnie. Hangulatába, meg tartalma, meg a szövegi világába azért nagyon hasonló dolgokról szóltak ezek a dolgok, csak a magyar egyszerűen annyi plusz dolgot, ott például egy ilyen rengeteg nyelvi játék van az első magyar dalokban, azért is, mert élveztük azt, hogy ezt is jelenthetik, azt is jelenthetik, és ez a játszínűen. És ezzel együtt, amikor magyarra átálltatok, akkor volt arról gondolatotok, hogy ebben párhuzamos egy nemzetközi karrierrel mi lehet, vagy lesz? És ezzel, hogy ez most? Az még abban az időszakban volt, amikor egyáltalán nem gondolkodtunk karrierbe, se nemzetközibe, se magyarba. Egyszerűen csak, mint a gyerekek lemennek a garázsba, és szeretnek zenélni, de hogy zenéljünk, ahhoz kell valami alibi, kellenek dalok, hát csinálunk dalokat, mert valamiket kell játszani, és ez még így ebben a vákumban volt benne, abszolút. Tehát nem volt itt ilyen kimondottan ilyen tudatos döntés, ilyen karrier. De a mai napig egyébként nem ez jellemzi a zenekar. Nem, valami működik, valamit szeretünk, valamit szívesen csinálunk együtt, akkor elhisszük azt, hogy ez másoknak is működhet. Bennetek mennyire működött ez a fajta popsztárság, az ikonosságnak a vonzereje? És akkor mennyi maradt meg most? Nem tudom, biztos hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyáltalán nem működött, mert azt már nagyon korán észrevettük, hogy inkább az éjszakai életben mondjuk a barátkozást, azt katalizálta mondjuk azt, hogyha az emberek van valamilyen hangszer a kezébe, vagy mikrofon mögött át, és ez inkább ilyen egyszerű férfiúi hívság volt. De azt nem mondanám, hogy így kívülod a sztár irányba, vagy valami ilyen. Úgy kezdem, hogy volt egyetlen.
volt olyan hatása, hogy, hogy ez tetszik a csajoknak, hogyha a fiúk zenélnek. Olyan hatása volt. De maga, hogy ez a sztár dolog, meg ilyen, az sokkal később esett be nekünk. Együtt éltünk a közönsége, volt ennyi közönség, mint itt. Mi néha oda mentünk a sarokba, a kocsmába a hangszereinkhez, és játszottuk, aztán visszaültünk az asztalokhoz, és ittunk ugyanúgy, mint ő. Nem nagyon volt az, hogy van egy nagy színpad, és akkor lentről néz minket a közönségük, fönn nálunk a fényekbe. Ez sokkal később. És addigra meg már úgy megszoktuk olyan lépcsőzetesen, hogy igazság szerint nem volt ennek ilyen... Én kb. Az utóbbi 3-4 éve éreztem azt, hogy ilyen sztárok vagyunk. Valamilyen módon. Hogy is volt lemezetek? Utóbbi 3-4 évben? De, utóbbi 3-4 évben, csak amikor visszamen 3-4 évben ez a tép, akkor most... De maga az, hogy ezt így fölfogni tudod, hogy vagy. A Szilárd az jobban, mert a Szilárd ilyen sztárs típusú, a pillentyűs, ő jobban értette ezt, hogy néha mondogatta, de ez annyira fokozatos volt, ez a lépcső, és ilyen szempontból szerencsés, hogy attól nem feltűntünk el, hogy mondjuk ezt kell érezni, vagy úgy kell viselkedni, hogy mondjuk valamilyen fajta sztárra. De tudat alatt biztos bennünk volt, hogy azért mi ezt csináljuk, és akkor jönnek emberek, és erre kíváncsiak, ebben van biztos valami. Akkor úgy fogalmaznám meg ezt a kérdést, hogy most, hogy fogalmazunk így, hogy senképp meg nem bántál, hogy Magyarország 3 legrajongottabb zenekar között vagytok. De ez gazdasági értelemben is igaz. Tehát van egyfajta nagyon erősen erőtünk. Ez miféle szabadságot ad neked a zenekarnak, és mi az, amit kötelességként ad? Most arra gondolok, hogy például vannak olyan típusú koncertek, amiket régen csináltatok volna, de a zenekar akkora presztízsében most nem vállalhatjátok el, vagy nem akarjátok el. Tehát mi ebből a kötelesség, mi ebből a szabadság? A zenekar egy 6-8 évvel ezelőtt belekerült egy olyan helyzetbe, amikor bizonyossá vált számára, hogy annak súlya van már, amit csinálunk, és többféle tekintet, és akkor volt egy ilyen furcsa negatív spirális, aminél éreztük egyfajta megfelelési kényszert, hogy most akkor innentől kezdve ki kéne szolgálnunk a közönségünket, hogy valami, és ott kavarogtuk is, szerintem egy-két évig nem tudtuk pontosan, hogy mi legyen. És aztán így valahogy jól kijöttünk belőle így az örvény alján, és azt mondtuk, hogy nem érdekel. És ez a zenekar attól működött, hogy azt csináljuk, amit nekünk jön be, és nem szabad, hogy hassanak rá ezek a típusú erők. Mert akkor szétesik egyszerűen onnantól, hogy olyan, mintha bekütötték volna a szemünket. Nem tudjuk, hogy merre kell menni. Mert mi egyetlen egy irányt ismertünk, hogy ezek közöttünk a levegő, és ez működik nekünk, vagy nem működik. És nem tudunk megfelelni, és nem is akarunk megfelelni a létrehozott bázisnak, a közönségnek, ami már van. Te mikor érezted, vagy érzékelted először, mert ugye Artisius díjas is vagy egyébként, hogy dalszerzőként nem csúlyt képvisel az, amit csinálsz? Az első és egyetlen talán fontos díj, amit kapott a zenekar, az akkor volt, amikor a kilégzés után kaptunk valami évlemezét. Én ezt az egyet éreztem valamilyen fontos, igazán fontos díjnak. Az több szempontból fontos volt számomra. De az utóbbi pár évben persze van ennek egy ilyen lenyomata, hogy most akkor van ennek egyfajta súlya, de pont ezeket a helyzeteket kezdtem meg könnyedén. Mert nem lehet úgy alkotni, nem lehet úgy csinálni semmit. És az, amit az előbb mondtál, hogy pont azért csinálunk mi, hogy úgy gondolunk egy klubturnét 300 fős klubokban, azért is, meg pont azért, amiről az elején beszéltem, hogy ettől független változtassuk a játszóterünket, mert akkor azt mondta a közönség, most már csak ilyen nagy hodályokban, meg ilyen csarnokokban fogunk játszani, és mondta, hogy nem. Egyszerűen azért, mert nem csak ott szeretnénk játszani, nem, ez megmondnánk, tehát nem működne. És mi abban is hiszünk, hogy a helyzetváltoztatások és ezek a fajta izgalmas gesztusok,
amik számunkra izgalmasak, ugyanúgy, mint a muzsika, vagy az új dalok, az ugyanúgy lehet a közönség is. Most csinálunk egy fettős koncert, vagy üdvös koncert, most csinálunk áros, most csinálunk nagy fesztivált, most csinálunk klubokat. Ez. No, valahogy belülről kell kiindulni. Amikor én meglátom a muzsikus társam, hogy unja, akkor tudom, hogy ennek nagyjából most van vége, mert a közönség később fogja megunni, de jobban észre lesz. Akkor te unod meg, és mondjuk kicsit hosszabb időre, akkor mit csinálsz? Nem, nagyon érdekes dolog, ha nagyon-nagyon elfáradunk, vagy nagyon-nagyon besokaltunk, és nagyon-nagyon elegünk van a zenekarból, valami miatt, de nagyon sok koncert fog egymás után valami. És úgy érzem, hogy na, én most legszívesebben nem állnék színpadra 5 évig, akkor is egy ilyen 2-3 hét után elkezd jönni egy ilyen színpadénység, egy ilyen irgalmatlan, hogy menjünk már játszani. De soha nem tartok nagyon sokáig még az ajtó. Olyan már volt, hogy úgy éreztem, hogy na most de jó, hogy lesz egy nyári szünet vagy valami, és általában úgy építjük fel a zenekarnak a menetrendjét, hogy ma már úgy be tudjuk lőni, hogy miből mennyi jó. Tehát nem csinálunk többet adott koncertből, hiába vannak meghívások, mi egy adott mennyiségű koncertet válunk csak el minden szezon. Kialakult már, hogy tartunk egy szünetet, mint tudom, január-februárban, van egy nyár egy szünet, ősszel egy kisebb szünet, és akkor kialakultak ezek a dolgok, mert valahogy, ha hagyja az ember, akkor úgy magától így kialakulnak ezek a szabályok, amit valamilyen fajta felsőterők rá, amelyek a zenekarok, a zenekar tagjai egyes elemei ugyan, de hogy így működik jól a zenekar. És akkor ennek az erőnek mindenki aláveti magát előbb-utóbb. Az apaság az a kreatív energiáidat, vagy az energiaforrásaidat, a szervezésedet hogyan átalakítottál? És ha igen, akkor hogyan vagy benne fel? Hát az ember apaként is lehet kreatív, meg... de hogy most nyilvánvalóan lehet, most ilyen nagyon menő lett volna esetleg kihozni egy gyereklemezt, vagy valami, mert rengeteg gyerekdalt kreáltuk, mert hogy nem csak nekem lett ugye egy gyerekem, hanem az ennek a környéki most itten öt lett ilyen pici totyogós, úgyhogy be kell tenni rassan a pelenkázót a zenekari húszba, vagy a kéterünkbe, de hogy ugyanakkor meg senki semmilyen irányba nem változott úgy, ahogy most azt gondolják, hogy ez esetleg ennek valami maga negatív hatás. Kicsit fáradtabbak az emberek, kicsit kialvatlanabbak, talán ennyit lehet érezni meg, hogy bele kell venni, ahogy érjük az a próbáról fürdetésre, meg ilyen dolgok. Tehát ilyen logisztikai problémák, de nem változtatott meg minket ez a történet, hanem akinek mondjuk nagyon gyűlös a gyerek, és nehezen alszik, az baromira örül annak, hogyha van egy ott alvos buliz, mondjuk, mert legalább kialussza magát, Érdekes, hogy egy negatív hatásokról beszéltél, hogy arra válaszoltál tulajdonképpen. De mondom, a pozitív hatás, az, hogy a körülöttünk vannak ilyen kis csodák, szerintem akinek van gyereke, vagy valami, nem kell elmesélni, azért ez egy rendkívüli mozi, és egy hatalmas energia, és egy olyan általánosságot tudunk beszélni róla, mint kreatív valami mozgatórugó úgy is inspirál, mert neki is improvizálok, sőt lett olyan dal, ami abból fakadt, hogy a gyerekkel játszadoztunk és neki énekeltem, bár nem annyira akartam ezt, de történt itt is. De neki nem van a saját zenekar. Szóval ez az én zenekarom, hogy neki is van saját. De azért vagy, hogy szerintem érdekes helyzetben, legalábbis nekem az, hogy érdekes helyzetben, ugye azért mindig egy különleges kihívás, gyakran hallom ezt, hogy alkotó ember halála lehet a házasság, a terület építélés, meg. Tehát, hogy azt lehet, mert az egész egyszerűen olyan módon alakítja át az életvitelt, a gondolkodást az életről, utána már csak boldog dalokat írunk, vagy boldog festményeket rajzolunk, vagy boldog regényeket írunk, szóval, hogy ezek gyakran hallom ezt, mint gondolat. És azért kérdezem, hogy nálad ez hogyan működik? Hát ezt nyilván majd utólag lehet lemérni, hogy mennyire változott meg így esetleg a művésznek a lelkülete, meg a lenyomata ide. De igazság szerint, amit inkább érzek, hogy sokkal jobban be kell osztani az időt. Tehát azt, ami elég megszállott módon szoktam csinálni valamit, ha benne vagyok, és ezt a gyerek nem engedi meg. Mert egyrészt ennél
ennél önzőbb. Egyrészt én is ennél odaadom vagyok, hogyha vele találkozom. Tehát most inkább azzal, hogyha becsukom az ajtót, és elbúcsúzom, akkor azonnal átvált az agyam, és már a kocsiba, már a másik történetben vagyok. Régebben sokkal többször hazahoztam a gondolataimat, a munkáimat, fölkeltem jelente írogatni, vagy akármi, és ez változik így. Ez a rakendó üzemmódban, ez csak egy technika. Ez egy technika, ez csak egy ilyen alkotói technika. A rádió, vagy nektek a rádió mikor volt? Hogy éreztél le, hogy a rádió, nem kell úgy kérdezni, a rádiós játszásnak a következő beszélgetésben van erről lesz szó. Hát sajnos mi erről lemaradtunk, mert a zenekar előtt befutott, mielőtt játszhatták volna. És ezek szerint nem kell? Hogy? Ezek szerint nem kell a befutáshoz feltétlenül a rádió. Hát attól függ, milyen típusú, mert hogy nem, tehát azért a rádió, meg az összes bármilyen média, ugye, hát csak ez, akár meg a sztárok, vagy valamelyik gyakorlatilag, pár hónap alatt el lehet érni azt az ismertséget, amit mondjuk itt 10 év alatt értünk el. Tehát olyan szempontból nyilvánvalóan egy működő forma. Amikor mi még elkezdtünk így zenélni, és egyébként mai napig úgy gondolom, hogy valóban a mi zenekarunk az a jelen állás szerint, ahogy a rádiók nagyjából működnek, nem egy annyira rádióbarát zenel. És ez most nem pejoratív, nem azért, mert a rádióbarát egy ilyen pejoratív zenel. Viszonylag kevés dal van, ami való rádióban, majd mai rádió szabályok szerint. Viszont az első 10 év, vagy 8-10 évben tényleg nagyon-nagyon kevés volt, és akkor még a rádiók is sokkal kevésbé voltak, nyitottak ilyenfajta zenére, tehát ezáltal mi így kiestünk ebből a történetből. Úgyhogy mi tulajdonképpen tényleg koncertről koncertre gyűjtöttük a közönségünket, ami nekünk már jó volt, hogy amikor már népszerű volt a zenekar, akkor nagyjából a helyén kezelve, amikor a közönsége van, kapott egyfajta játszási, vagy egy hallgatottsági, ilyen nem tudom, minek hívják ezt a számot, vagy valamit. Tehát, hogy nekik is játsszuk a dalaikat. Egyrészt vannak olyan népszerűek már, meg vannak olyan dalaik, amiket le lehet játszani. De nem emelt rajtuk, mert vannak olyan zenekarok, amik kimondottan be tud futtatni egy rádió, akár egy Petőfi rádió. És személyesen? Mondjuk a jogdíjak változtattak ki az életedre, amikor belépett a rádió, és elkezdte játszani? A jogdíjak azok változtattak az életemben, de nem tudom leszűrni, hogy mennyi a rádió volt, tehát nem szoktam így átnyálazni, hogy... Aki bejön, és akkor az a médiában... Igen, de úgy tudom, hogy a rádiók azok nem olyan sok, de javíts ki, lehet sok. Rengeteg, de hát ez... Az a helyzet, hogy... Évekkel ezelőtt megbíztam erre egy embert, úgy hívják az ilyet, hogy zenemű kiadó, aki egy bizonyos százalékért figyeli meg, kezeli az én dalaimból származó bevételeket. Egyrészt derogált, mint művészként, hogy én ezzel foglalkozzak és bejárjak az artisztusba, és mondjam, hogy de tessék haragudni már, de itt játszották, meg ott játszották, és akkor egy szóvá tegyem, mert ellen, nem volt valami kúr bemenni azt a Berlinben az artisztusba, tehát ez a művész. És akkor kiderült, hogy van erre ember, őt megbíztam, és azóta tulajdonképpen nem nagyon foglalkozom ezzel. Jönnek az SMS-ek, meg jönnek a papírok, hogy mennyi jogdíjat kapok, és egyre jobban örülök. Az első években szinte egyáltalán nem jött semmi. Azt egyszerűen, hogy jött egy ilyen levél, és jött valami 40 vagy 50 ezer forint, és nem értettem, hogy mi az. És akkor kezdték el magyarázni barátaim, hogy mi ez. Nagyon 8-10 éves lehetett a zenekar. És az elkezdett nőni évről évre. És olyan pillanatokban jött meg a boríték, ahogy jött nekem ennyi pénz, vagy a lehető legjobb pillanatok. Amikor már azon gondolkodtam, hogy melyik effektemet adjam el, állítom, torzítom, és nagyon sokszor van ilyen, és én ezt mindig úgy kezeltem, mint egy ilyen égi áldást így a kezdeti időkben, és ma már egy nagyon, nagyon tetemes összeg az én jövedelmemben. Tehát ma már, tehát még a Tariska Szabi megírta, azt hiszem, hogy biztos ismeritek a Péterfi Borinnak, hogy így élvezt,
vigyél messze május vezess a nap felé, és akkor beszélgetni is mondta, hogy ezt arról írta a részben, hogy ugye májusban jönnek a nagyobb díjak. Mielőtt mégis a költő mire gondolt. Ugyanis, hogy ez egy iszonyú fontos, olyan juttatás a zenész számára, ami rendkívüli módon kiegészíti a koncerteket, kiegészíti az ezzel keresett pénzt, és eddig évről évre így növögetett. Volt olyan, és kicsit csökkent vagy valami, de az utóbbi, mit tudom én, 8-10 évben ez úgy megnőtt, hogy ma már egy ilyen nagyon-nagyon fontos összeg, és gyakorlatilag alapozni lehet rá. A tisztus az angyal. De hogy ez mennyi a rádió, meg még, ezt tényleg nem tudom. Tehát ha van ilyen kör, amiben tudom, vannak ilyen cikkelyek, mint a torta, és megmutatod, én is kíváncsi lennék rá, de nekem valaki azt mondta, hogy a rádió nem olyan sok benne, de lehet, hogy... Hát, javaslom, hogy legközelebb nézve a lesőséget. Meg ez egy elég, elég nem jó helyzet, ahol ilyenről beszélnek. Egyébként annyiban érdekes csak, hogy dalszerzőként mikor tudatosult benned az, hogy effektív, hogy dalokat írsz, az pénz jelent. Ilyen szempontból sem. Az egy olyan 10 év körül. Tehát egy olyan, amikor 10 éves volt a zenekar, amikor megjöttek, az először jött mondom, hogy ne is emelkedett, és jöttek több százezer forintok. Akkor, és akkor egyébként el is kezdett zsizsegni a szakma, és elkezdett ez beszédtéma lenni, hogy van ez a pénz, amit így küldenek valahol. Akkor hallottuk ezeket, és elkezdtünk beszélgetni erről, és azt is mondták többen, hogy hajnal kettőkor egy sötét sarokban, hogy menjél be, és kicsit verd az asztalt, és akkor kétszer annyira. Meg ilyen plekkák mentek, hogy van ez, és hogy ez így megy, és hogy le kell jelenteni a dalokat. De aztán ugye ez is egy nagyon furcsa dolog, mert ugye nagyon sokáig aztán kiderült, hogy ami lejelentjük a dalokat, akkor nekünk a saját magunk dalai miatt kell fizetnünk jogdíjat. És akkor mi azt csináltuk, hogy már megint nem jelentettük le, mert akkor megint be kell fizetni, aminek a nagy részét ugye én kapom, de a többiekkel kibaszok. Tehát, hogy még ez is egy rezsi tényező legyen mondjuk a zenekarban, és akkor el lett egy konszenzus, és azt szép lassan eljutottunk arra, hogy most vagyunk egy 20-valahány éves zenekar, hogy mondjuk körül egy 3-4 éve rendesen csináljuk. Hanem ott is meg volt a rezsi csökkentés. Amit még kérdeznék, az pont erre vonatkozik egyébként, nyilván csak áttételesen, vagy nekem úgy tűnik, hogy lehet, hogy csak a helyzet adja, mint hogyha sokkal több olyan szöveg lenne az új albumon, vagy nem dobja albumon, ami szó nem pártpolitikai értelmében, vagy inkább nem is pártpolitikát mondani, de a társadalom sokkal relevensebb. Melyik? A hó. Nem, kívánuló grúzsorában, hogy mennyi talán ez. Hát azért, mert azt mondod, hogy több, nagyon keveset találok egyébként én is, de ez egy társadalmi probléma. Hát az szerintem megérinti az embereket, hogyha annyi ember elmegy az országban, amennyi a 56 után sem ember. De nekem ez tetszett egyébként. Ha ez megjelent, akkor ugye már régóta nem volt album legalábbis, ha jól emlékszem. Új. Lehet, most így hirtem. Olyan sor album, az 3 évvel ezelőtt volt. Igen, tehát azért mondjuk azt, hogy kihagyott. Igen. Mondjuk kihagyás után. És akkor először hallottam meg ezt a dalt, akkor én azt éreztem, hogy hú, ez a régi intenzitás. Hát kaptunk egy stenket, mert csináltunk egy koncertlemezt, és úgy éreztük, hogy sokkal jobb, mint azok a dalok, amiket stúdióban rögzítettük, és elsősorban az a fajta hangzás is inspirált minket, hogy próbáljuk meg úgy felvenni a dalokat nagyjából, ahogy élőre szólnak. Tehát ez is rajta van egyébként, biztos dalok is. Az, hogy a Kivándorló Blues egy ilyen történet lett, az egyébként valószínűleg nálunk így sokkal jobban benne van a politika a hétköznapi életben, mint az egészséges. Tehát ahogy úgy rágta bele magát a társadalomba, hogy a szó a fába. Tehát bármilyen társadalmi dolgot mond az ember, az olyan politikai is. És az nem igaz. A Kivándorló Blues az egy kétségbe esett szerelmes szám, ami az ország metafora. Arról szól, hogy kurták szét az elmúlt 20 évben vagy 20-valány évben. Milyen reményeik voltak ezzel kapcsolatban. És ugye ezután
az akció után, ha vannak olyan, akik úgy döntenek, hogy esetleg menjünk, akkor, vagy menni kell, akkor azoknak is drukkoljunk. Egyébként meg baromira szeretnénk csinálni, és itt szeretnénk maradni, és ha kell, akkor szét is szakadunk, csak csináljuk már rendesen. Tehát ilyen tekintetben van egy társadalmi hangulat. Persze félreértik, de valószínűleg a hibás az író is, hogyha félre lehet ennyire érteni. Hogyan értik félre? Hát amikor, hát mondjuk azt mondják, hogy ez a dal kivándorlásra buzdít. Hát ez úgy se. Ez nem arra buzdít. Ez egyszerűen csak egy érzelmileg reagál egy problémára. Ez egy kétségbeesett szerelmes szám, ugyanezt kell képzelni, csak mindenki van bontva, országra, mit tudom én. Tudja, több jelentés, hogy szokott lenni az ilyen lírák. De nem. Nem úgy ítélkezik, hogy nem. Elmondja, hogy vívódik ezzel kapcsolatban. Én nagyon szeretem ezt az országot, és nagyon-nagyon fáj az, hogyha azt érzem, hogy leszedálódik, hogy elmennek, elhagyják nagyon sokan. Akkor egyébként elég dühös voltam pont, amikor jöttem. Ezért. Mi? Ezért. Hát és ott próbáltam beleírni ezt a dühöt, hogy passzus. Mindig azt gondoljuk, hogy tényleg faszal, mennyire jó mehetne, csinál, milyen jól mehetne, és akkor úgy egy csomószor azt veszük észre, hogy szétrabolják, leszedálják akármi is, és maga a lényeg az felé, ez egyre csak pusztul. Vannak még dühös dolgok, amikor most így viszont? Hát van. Ez se egy egyenes emóció, mert ebben is van irónia, meg sok minden. Nem nagyon szokott olyan dal lenni, ami kimondottan egy emóció szerint éppen felvánt, de vannak benne nagyon-nagyon ironikus ilyen, mint a smercen, unbekárt smercen, meg vannak ilyen. Hát az inkább egy ilyen pankos, de az inkább lelkesítő pankos, tehát ez vehemens mondjuk, hát így mondhatom, de az inkább arról szól, hogy abban a fajta ilyen komfortos, unnyat világból, amit bele tud kerülni egy ilyen hozzánk hasonló negyedes ember, onnan hogy szakadjunk ki, mi hogy lélegző élőlényekké váljunk és érezzük meg a mező illatát. Na, pont ez. Szóval, hogy az albumot hallgatjuk, akkor nagyon nagy, tehát az érzelmi amplitúda nagyon nagy. Tehát van benne hihetetlen energia, több helyen, meg a lira. Most amikor ilyen punkos dalt adtok el, mint az állatok a legelőbb, akkor ez egy ilyen élethelyzetben, 40 körül után családizni, ezt simán be tudtok helyezkedni, vagy be tudsz helyezkedni ti minden egyes alkalommal? Persze, én abszolút érezzük, ti mi olyan élőlények vagyunk, tehát az embertől gyakorlatilag, tehát nincs olyan, ami ciki, nincs olyan, ami idegen, mindent érzünk, éreztünk, vagy érezni fogunk valamikor, és ilyet is érzünk. Nem azt jelenti, hogy minden pillanat lehet az állapotban vagyunk, mert nagyon sokféle állapotban vagyunk. De pont az az izgalmas volt a zenében, hogy meg ezekben a dalokban, hogy el tudsz játszani 20 év után is dalokat. Bármilyen fura is, amikor egyetlen nem derogál nekem, mikor a Satisfaction-t játssza a Rolling Stones és ilyen nyugdíjas bácsik nyomják ezt a dalt. Eszembe nem jut, mert ez egy olyan atmoszféra, egy olyan univerzum, ami csak rajtunk keresztül jött létre. De nem csak ők azok. Hiszen nem azért szeretjük, mert ők azok, hanem ezek a dalok mi vagyunk. Csak ők voltak ennek a dalnak a szócsövei. Hiszen ha arra gondolnánk, hogy most minden egyes előadó, minden egyes pillanatában mindig tudjon azonosulni azzal, amit csinál, ez hülyeség. Ez nem. Emberi dolgok történnek, amire... Nem maradtam, hogy minden egyes előadó, minden egyes dalával, amit írt. Minden egyes pillanatban, minden egyes előadó, minden egyes dalával, azoknak a részei vagyunk abban a pillanatban, azos. Neki nem dolga már ez, de ezt létrehozta csak, és ugye utána megereszkedi ezzel a levegőt. Viszont rengetegen vagyunk, akik ezt érezzük, hogy van ilyen történet. És az a fontos, hogy hihető és hiteles emberi történeteket gyártsunk le, és mint ilyen buborékokat engedjünk el. Értem. Nem tudunk hazudni, bármennyit is hazudunk, hogy ne legyen ez a sajátunk is. És mi arra gondolunk, hogy mi is egy emberi lény vagyunk, és mi is fel tudjuk ezt köpködni, ugyanúgy bárki. De pont akkor fog ez működni, hogyha ez másnak is tud működni. Mert csak nekem működik, én írhatok egy annyira személyes dolgot, amivel senki nem tud azonosulni, de ugyanakkor meg majdnem lehetetlen, mert én is csak egy ember vagyok.
Köszönöm, hogy ennyire komplexen válaszoltál. Igazából csak azt akartok kérdezni, hogy amikor például az állatok a legelőbb játszott, hogy beteszed a gyereket, elmész felveszed a gitárt, akkor mindig benne van-e az a fajta erő, vagy vehetencia, ahogy mondtad, hogy ezt a dalt eljelzd? Ja, igen, abszolút, még igen, abszolút. Abszolút. És eszedben nem jutott el gondolkodni, tehát egy érdekes kérdés. De nem jutott eszembe még el gondolkodni. Hát, pedig itt a vége, sajnos érzik a kollégák. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre. Igazából szívem szerint az a helyzet, csak a közönségnek mondom, annyi lábjegyzetet megenged neked személyes, hogy a kultúrfitnessben nagyon sok beszélgetést folytatunk, de Tibivel még nem beszélgettem. És igazából most sem azok van, amelyekre igazából úgy érzem, hogy egyszer majd lekívne ülünk. Egyszer cégiztünk a rádió aulájában, igen, vagy pakodában, és akkor életkérdések merültek föl, bizonyos értelemben, csak finoman. Úgyhogy remélem, hogy majd ezt a beszélgetést is meg tudjuk ejteni. Viszont szerintem így is nagyon érdekes volt, és rendkívül praktikus, hasznos szerintem nagyon sok zenész számára.